Johnny K. Palmer imádja a kihívásokat, ez alkalommal DJ Nikitával való közös munkából született egy új dal, és egyúttal egy új klip is. Hamarosan beszélgetek velük, de előtte következzen az Around the World. We're gonna raise up a flag and give it all that we have. We're gonna fight for the young. We're gonna sing our songs. And oh, we're shaking up the city. Oh, we're waking up the sleeping. Van velem DJ Nikita és Johnny K. Palmer. Sziasztok! Hello! Hello. Hát kezdjük azzal, hogy hogyan találtatok egymásra? Kezdjem én? Mesélek én. Nekem édesapukám szakmabeli, az UFO együttesnek a frontembere Varga Zsolt, és az ő tippje volt, hogy mit szólnék-e Johnny K. Palmerhez. És hát meg is kerestem, Facebookon bejelöltem, és akkor beszélgettünk egy-két dologról, találkoztunk, megmutattam neki az ötletet, és abszolút benne volt. De Johnny, te ilyen nyitott vagy? Tehát, hogyha rád ír valaki ismeretlenül a Facebookon, mondjuk holnap én így álnével rád írok, hogy figyukam, legyen már egy közös számunk, akkor te arra reagálsz, tehát elfogadod a kérést, vagy az üzenetkérést, ugye, és akkor azt mondod, hogy nézzük meg, hogy indult a beszélgetés? Én mindenre mindig nyitott vagyok, mert sosem lehet tudni, hogy alakul, meg mi lesz valamiből. Én úgy élből nem szoktam nemet mondani, mindent meg szoktam vizsgálni. Úgyhogy az volt, hogy rám írt, hogyha együtt dolgoznánk, és akkor találkoztunk, meghallgattuk a zenét, és úgy ítéltem, hogy ez egy minőségi dolog, és inspiráló volt, és így relatív gyorsan meg is íródott így a dal. Tehát te nem küldted el Johnynak a számot, hanem azt már személyesen intéztétek. Csak személyesen. És akkor te csináltál egy alapot, amire én úgy tudom, hogy Johnny elég hamar írt szöveget, meg a dallamot is te írtad rá? Igen, így egyszerre. De ez hogy nézett ki? Akkor sor került a találkozóra, leültetek a stúdióban, vagy valami ilyesmi helyszínt képzeletek el. Egy helyszínen, igen, találkoztunk. Meghallgattátok a számot, és... Igen.
Meghallgatta Johnny a számot, és akkor gondolkozott, mondta, hogy neki nagyon tetszik, és hazament, és másnap már küldte is a dolgokat, az összeset. Kb. És akkor felvettétek hip-hop. Ez mikor történt akkor? Most helyezzük ezt el időben, mert most jelent meg nemrég a klip. Igen. Igazából én is meglepődtem, hogy ilyen gördülékenyen gyorsan mentek a dolgok, mert általában egy dal születése és a videoklip forgatása között, még hogyha gyorsan is megy, kb. Egy hónap telik el, vagy két hónap, és így nálunk a dal születése és a klip lezárása az 3 hét volt. Wow! Szóval és nem éreztétek azt, hogy egy kicsit még így kotlani kéne ezen a dalon? Biztos még jobb lehet, vagy így pont ennek az a varázsa, hogy így elsőre eltaláltátok? Nem, igazából a zene az olyan, hogy hogyha jó, akkor ezt így tudod. És azt tudták mondani, hogy nem lehet egy dalt befejezni, csak abba hagyni. Mert igazából végtelenségig lehet még csavarni, meg változtatni, meg így kombinálni de dolgokat, de hogyha érzed, hogy jó és működik, akkor működik. És megíródott, nekik tetszett az alapkoncepció, utána még közösen elmentünk stúdióba, felénekeltem újra, editálgattunk rajta, pár dolgot kipróbáltunk, aztán volt még egy kör, 3 ilyen kör volt, és a 3. kör után elkészült. Úgy éreztük, hogy... Hogy akkor mehet a klip. Ennyi. Most sokat beszéltünk a dal születéséről, kicsit beszéljünk még az üzenetéről, hogy miről szól pontosan. Egyébként ez összefüggésben van a klippel is, figyelj erre is rátérünk, de először még csak az üzenetről beszéljünk. Igen, igazából, hogy így hallgattam a zenét, ez sokszor úgy van, amikor megkeresnek, hogy így van egy adott téma, és akkor erről kell írni. Van viszont úgy, hogy megkeresnek, és adnak egy zenét, és akkor a zene inspirál, és nincs meghatározva, hogy miről szóljon a dal. És ez is egy olyan volt, hogy így hallgattam a dalt, és ezek a gondolatok jöttek, hogy kicsit ilyen forradal már flash, hogy fertőzzük meg a világot szeretettel igazából. amin elkezdtem gondolkozni, hogy mind különbözők vagyunk, én fekete vagyok, te fehér vagy, de mind vágyunk valahol a szeretetre, és vannak bennünk hasonlóságok, amik nem felszínesek, és lehet, hogy valaki jobban elrejti, mint a másik, de mind arra vágyunk, hogy szeressenek minket, és akkor erről szól a dal. És ez hogy jön át a dalból? A szövegén keresztül, vagy csak vagy a feeling? Hát szerintem mind a kettő, de igazából ez a szövegbe ez le van írva, és az egésznek ugye ez a drop, meg a refrén az ilyen kicsit ilyen himnuszerű, ilyen ünneplős hangulata van az egésznek, úgyhogy igen, így mind gyorsan térjünk még rá akkor a klipre is, hiszen ott nagyon különbözőféle ember típusokat vonultattok fel, ami gondolom akkor egyértelműen ehhez kapcsolódik. Ez kinek az ötlete volt? Johnny-é volt az ötlet. Mindenképp szerettünk volna, hogy vannak közös ismerőseink, táncos ismerősök legfőképp, de mindenképp akartuk, hogy legyenek benne táncos részek is. Azt a testvérem is benne szerepel, azt mindenképp szerettem volna, de a többi ilyen különlegességek a Johnny ötlete volt. Hát nekem nagyon-nagyon tetszik, még gyorsan annyira vagyok kíváncsi, lesz még közös munka? Hát majd meglátjuk. Én szeretnék. Jársad az alapokat, Nikita, majd meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hogy elhoztátok a klippet.